A Tamási Németh Lászlóvárosi Sporttelep adott otthont az első országos 11-es rugó bajnokság területi döntőjének augusztus 29-én vasárnap. Ahogy Kövesdi Gábor főszervező mondta, az ország 40 sportpályáján rúghattak kapura azok, akik ebben a gyakorlatban igazán jónak érzik magukat és pályáznak a 10 milliós fődíjra. Alapvetően 3 forduló van. Vannak a területi fordulók, ahogy itt most Tamásiban is van egy ilyen területi forduló. Ez majdnem 40 helyszín az országban. És szóval majdnem 40 helyszín az országban rendez területi fordulót, utána azonnan tovább jutok, azok megyek, mennek a megyei döntőbe, és a megyei döntő győztesei pedig az országos döntőben harcolnak a milliós fődíjért. Tamási az elsők között pályázott a területi döntőre, ahol közel 40 fő részvételével zajlott a 11-es rugó bajnokság, mondta Filótás Attila, a Tamási 2009 FC futballklub technikai vezetője. Úgy gondoltam, mivel Tamási földrajzilag olyan szempontból van, hogy megpróbálok jelentkezni, beregisztráltam és sikeres volt a regisztráció, megjelöltek minket, hogy akkor megszervezhetjük ezt a területi döntőt. A vasárnap délelőtti területi döntőn magabiztosan védte a kaput Jó Balázs, a Tamási 2009 FC kapusa. Úgy gondoltam, hogy zárjuk le ezt gyorsan, mert aki egy ilyen teher alatt nem tudja berúgni az első büntetőjét, vagy esetleg a másodikat, az a továbbmenetelben előbb-utóbb hibázni fog, és akkor inkább innen menjen haza. Az első országos 11-es rugó bajnokság döntője október elején kerül megrendezésre Budapesten, a Bozsik Arénában, a Kispest Honvéd Kisvárda mérkőzés szünetében.